Az országgyűlés még 2020. decemberében döntött arról, hogy Petőfi Sándor emléképévé nyilvánítja a 2022 és 2023-as esztendőt a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyik kiemelt tevékenysége a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi klubok Kárpát-medencei hálózatának kialakítása. A bicentenáriumhoz kapcsolódva az Országos Közfeladatot Ellátó Nemzeti Művelődési Intézet a költőfejedelem születésének 200. évfordulójához a Petőfi klubokban számos közösségépítő programmal, rendezvénnyel, valamint színvonalas kulturális eseménnyel csatlakozik kultusstratégiai intézményi partnereivel, amely programban Borsodabaúj Zemplén megyének is meghatározó szerepe lesz. Számos olyan történelmi alakkal rendelkezünk, akiknek az életet tényleg példát tudtak mutatni nekünk a jövő számára, és hát a magyar reformkor az különösen ilyen volt, és számos alap határozta meg ezt az időszakot, mint Széchenyi, Kossuth, és hát természetesen Petőfi Sándor. És hát ugye Petőfi Sándor nagyon-nagyon fiatalán elvesztette az életét, 26 évesen meghalt, és az, hogy egy ilyen fiatal ember ennyi mindent tud tenni a magyar hazáját, a magyar költészetet, az valami hihetetlen. A megyében 6 települést érte ez a megtiszteltetés, többek között Szerencsét, és én itt a művelődő közösségekkel megismerkedve azt látom, hogy a legjobb helyen van a Petőfi Klub. Rengeteg ötlet született már spontán, és áll össze az egész éves program. Nyilván a saját programokat igazából a meglévő közösségekkel lehet, de külső programokat is biztosít az állam ahhoz, hogy itt helyben megfelelő minőségű műsorok, színházi előadások, klubok, különféle események létrejöjjenek az év folyamán. Ez üzenet gyakorlatilag. A kultúrának az az üzenete, ami Petőfi örökségét mutatja gyakorlatilag. Azt, hogy Petőfi örök, a fiataloknak, időseknek egyaránt tudniuk kell, és mindig újra tanuljuk a saját történelmünket is, tehát a most élő nemzedék is megismerheti a nagy költőfejedelem reformkorbeli tevékenységeit, és hozzáfűződő rendezvényeken is részt tud venni. Generációkat köt össze. Tokaji hegy úgy áll a Zempléni hegység előtt, mint a tábornok a hadserege előtt. Tehát ez a költői kép igazán jellemző Petőfire, aki mindig és mindenkor szemléletesen ki tudta fejezni az érzelmeit, ki tudta fejezni a identitását, a hovatartozását, és ezt gyönyörűen meg tudta fogalmazni. A helyi közművelődési kollégákra van bízva gyakorlatilag, hogy milyen szeletét tudják ezeknek a programoknak kiszakítani. A lényeg egy, hogy Petőfi köré csoportosuljon művelődő közösségeknek, egyéneknek a szórakoztatására, és nyilván a felkészülésére, tehát a korbeli felkészülésére is célul szolgálnak ezek a programok. Egy nemzet vagyunk, a kultúránkból építkezünk, és a kárpátaljaiak szintén hozzánk csatlakozva 82 magyarországi és többi kárpátaljai település vesz részt ebben az évben, mindösszesen 100-an, és a következő évben szintén ez a metodika és ez a terv. 2023-ban szintén 100 település fog részt venni a Petőfi klubokban. Köszönöm.